Újabb tábortrendek. A táborfigyelő felmérése szerint idén nyáron több mint 200 ezer gyerek tölti majd a vakáció legalább egy hetét táborban. Kezdődik a kullancszezon, idén jobban elszaporodhatnak a kullancsok az enyhetél miatt. Nyelvvédelem, környezetvédelem. 52. alkalommal tartották meg a Magyar Nyelvhete programsorozatot, amelynek célja tudományos alapú, de élményszerű ismeretterjesztés. Idén nyáron már informatikai és programozó táborokban is részt vehetnek a gyerekek, de nagy népszerűségnek örvend a szintén újdonságnak számító militári tábor is. A Költség Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A táborfigyelő felmérése szerint több mint 200 ezer gyerek tölti majd a vakáció legalább egy hetét táborban. A 2018-as tanév utolsó napja, június 15-e, ezután kezdődik a nyári szünet. Évről évre új lehetőségek kerülnek fel a tábor témák listájára. Idén ilyen újdonságnak számít a nagy népszerűségnek örvendő programozói és katonai tábor. Ezeken akár már 6 éves kortól is részt vehetnek a gyerekek. Amit fontos tudni, hogy ezeknél a táboroknál sem arról van szó, hogy a gyermekek 6-8 órán keresztül csak a gép vagy tablet előtt ülnek, és gépes programokat írnak, vagy illetve ezeknek az alapjait tanulják meg, hanem másfél-két órás oktatási folyamatot követően a délután folyamán sorversenyek, szabadidős tevékenységek, medencézés ugyanúgy részei a programnak, illetve ugyancsak tévhit, hogy ezek a tábor típusok, ezek csak a nagyoknak szólnak. Van olyan tábor, a táborfigyelőn, ami kicsiknek, kifejezetten kicsiknek szóló programozó táborok, 6-8 éves lurkókat várnak ide. Ezekben a táborokban olvasási tudás sem szükséges a programozáshoz, látványos ikonok rendezésével ismerkednek meg a programozás alapjaival a kicsik, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes és újdonság az idei évben. A második legnépszerűbb tábor típus az egy holtverseny alakult ki, az idegen nyelvi, elsősorban angol nyelvű táborok, illetve a katonai és militári táborok körében. Utóbbi táborok, azok megerősítették jelenlétüket, már tavaly is népszerűek voltak, de most igazán sokan választják már őket. Ezekben a táborokban a katonai élet rendjével, fegyelmével ismerkedhetnek meg a gyerekek. Lövészeti és harcászati ismereteket is szerezhetnek, míg a legextrémebb katonai táborokban erdei vagy dzsungel körülmények között hajtanak végre egy-egy missziót a gyerekek. Ezek unisex táborok, a résztvevők körülbelül 60%-a fiú, 40% pedig lány. Összesen több mint 200 ezer gyermek táborozik idén valahol. Ez rekordnak számít, ahogy a kínált táborok száma is. Nálunk a táborfigyelőn is 900 tábortudós közül lehet keresgélni, úgyhogy tényleg rengeteg tábor van. Viszont azt is látni kell, hogy a nagy-nagy száma a táboroknak az egyben meg is nehezíti a döntést, hogy a jobbnál jobb táborok közül mi az, amit választunk a csemetének. Nagy eltérés egy olyan 10 évvel ezelőtti időszakhoz képest, hogy már nincsenek fókuszpontok az országban, mint például a Balaton, vagy a Velencei tó, vagy bármilyen vízpart, ahol tudnak fürödni a gyermekek, mert ma már nem elégséges az, hogyha csak levisszük a gyermeket a Balatonpartra, aztán fürödjetek. Ennél sokkal gyorsan felgyorsult a világ, és így a gyerekek is felgyorsultak. Ebből adódóan minél több, minél színesebb programra van szükségük. Ezeket a programokat viszont ugyanúgy az Alföld közepén is, vagy éppen a keleti ország részben, vagy akár a nyugati ország részben is ugyanúgy meg lehet szervezni, függetlenül attól, hogy van-e természetes víz a környéken. Június 18-ától indulnak a táborok, és augusztus végéig elérhetőek. A statisztikák szerint június második fele és augusztus első fele a legzsúfoltabb, de a szülők többsége már a tanítás végén lefoglalja a gyermeke számára legideálisabb táborokat. Idén jobban elszaporodhatnak a kullancsok az enyhe tél miatt. A rovar agyhártyagyulladást és Lyme-kort okozó baktériumot is hordozhat, ami komoly szövődményekkel járhatnak. A védőoltások mellett kullancs elleni készítményekkel is fel lehet készülni a vérszívók ellen. Az idei enyhetelet követően a kullancsok jobban elszaporodtak. A kullancs a nyakat és a hajlatokat kedveli, valamint azokat a testrészeket, ahol az erek a bőr közelében futnak. A parazita agyhártyagyulladást és Lyme-kort okozó baktériumot is hordozhat. Akár a saját kertünkben is összeszedhetjük a kullancsot, tehát a szabadban tartózkodás után saját magunkat, illetve a gyerekeket mindenképpen alaposan át kell nézni, különös tekintettel a hajlatokra. Ha azt veszük észre, hogy kullancs fúródott a bőr alá, akkor akár saját magunk is megkísérelhetjük az eltávolítását. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy a megfelelő kullancskiszerű csipeszt használjuk, amit patikában vén nélkül lehet kapni.
Kiszedés során a kullancsot a bőrhöz minél közelebb érdemes megcsípni és határozott mozdulattal eltávolítani. A közhiedelemmel ellentétben nem kell attól tartani, ha a kullancs szájszerve a bőr alatt ragad, az napok alatt távozik a szervezetből. Viszont a kullancscsípésnek a helyét azt mindenképpen figyelemmel kell követni. Hogyha egy folyamatosan növekvő, ilyen céltáblaszerű kiütés jelenik meg a kullancscsípés helyén, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, illetve hogyha a csípést követően néhány napon belül hurutos tünetek, izomfájdalom, láz, levertség jelentkezik, akkor szintén mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és a tünetek mellett el kell mondani azt, hogy kullancscsípés is történt. A házi orvosoktól védőoltást lehet igényelni, ami megakadályozza a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás kialakulását, azonban a Lyme-kort nem. A védőoltáson kívül kullancsok elleni megelőző készítményekkel és kiszedőeszközökkel is lehet védekezni. A készítményeket nem elég egyszer, akár a nap elején használni, azokat a használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni. Különböző védekezési lehetőségek vannak, elsősorban védőoltással, az kullancs által terjesztett enkefalitész megelőzésére, illetve vannak egyszerűbb eszközök is, spré karkötő formájában, amit az egész család használhat. Ezek közül is van bőrbarát, a szenzitív, amit már egész csecsemőkorban lehet használni. Egy felmérés szerint korábban Ausztriában volt a legtöbb kullancs okozta agyvelőgyulladásos megbetegedés. A védőoltásoknak köszönhetően azonban 60%-kal csökkent az enkefalitiszes esetek száma 10 év alatt. A kiszedett kullancsokat vizsgálatra is el lehet küldeni, hogy meggyőződjenek róla, fertőző-e vagy sem. Magyarország a közepesen fertőzött országok közé tartozik, évente 1500 körüli Lyme-kóros esetet regisztrálnak. 52. alkalommal tartották meg a Magyar Nyelvhete program sorozatot, amelynek célja tudományos alapú, de élményszerű ismeretterjesztés. Magyarországon több mint 50 rendezvény, előadás, kiállítás és rendhagyó nyelvtanúra kapcsolódott idén a Nyelvhéthez. Nyíregyházán a TIT konferencia termében hét iskola közel 150 tanulója vett részt egy különleges tandem előadáson. A Nyíregyházi Egyetem két tanára, dr. Minya Károly és dr. Kis Ferenc tartott megyei tandem előadást az 52. Magyar Nyelvhete alkalmából. Az előadók 15 percenként váltották egymást a pódiumon, és beszéltek nyelvvédelemről, valamint környezetvédelemről. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat konferencia termében a megye hét középiskolájából közel 150 diák vett részt a rendhagyó tanórán. A kommunikáció, a beszélni tudás gyakran, hogy úgy mondjam, leplezni tudja, hogyha egy picike hiányosságunk van, de az biztos, hogy jobban boldogul mindenki. És ezekhez élőnyelvi példákat szerettem volna bemutatni. Bemutattam különböző nyelvhelyességi kétségeket, a szószaporítást, a stílustörést, a terpeszkedő kifejezéseket, illetve azt, hogy miféle dolgozatbeli hibákat követhetnek el. Tehát valóban az érettségi dolgozatok ők is élhetnek olyan megfogalmazással, ami nem odaillő. Az előadások egyik kiemelt célja az volt, hogy a fiatalokban tudatosuljon, hogy mindig legyenek tekintettel arra, milyen helyzetben beszélnek és kihez szólnak. Másképp kell kommunikálni egy hivatalban, és másképp lehet a barátok között. Fontos lenne, hogy tudjanak ezek között váltani. Az kétségtelen, hogy az SMS kommunikáció, az internetes kommunikáció az a helyesírás ellen van. Tehát azt jelenti, hogy a diákok ott rövidítenek, nem kezdenek nagy kezdőbetűvel, egybeírnak mindent, amit lehet, nem tesznek ki írásjeleket. Ezt én elfogadom, de tudomásul kell venniük, hogyha egy állásinterjúra így fogják beadni a pályázatukat, akkor az nagy valószínűséggel az első között fog kiesni. A nyelvvédelem mellett a környezetvédelemről is tanulhattak új dolgokat a diákok. Én bocsánatot kértem tőlük, a magam és a generációm nevében, mert azt mondtam nekik, hogy mi nagyon sok olyat tettünk, aminek következtében a vizek elszennyeződtek, a levegő is szennyezett, a talajok tönkre mentek, és a többi, és a többi. Én kértem, hogy bocsássanak meg nekünk, és azt is kértem, hogy legyenek szívesek, csinálják másképp, jobban. A tanszék vezető hozzátette, az embereknek kell alkalmazkodni, hiszen a természet megvan ember nélkül, de az ember nem létezhet a természet nélkül.
Nyíregyházán kormányváltó hangulat volt. Ezt jelzi, hogy az ellenzéki pártok kapták a szavazatok több mint 58%-át, közölte a Momentum. Szerintük az együttműködés hiánya miatt nem sikerült a váltás. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, Szabolcs megye egyes számú választókerületében jelöltjük eredménye valamennyivel meg is haladta az országos 2,9%-os átlagot. A Momentumhoz országos szinten jelenleg 4000-en szeretnének csatlakozni a választás után. A párt nyíregyházi elnöke szerint a jövőben a cselekvő ellenzéket képviselik majd. Következő tervény között szerepel az, hogy a rengeteg jelentkezőt megpróbáljuk menedzselni. Mindenkivel leülünk egy kávé mellett elbeszélgetni, hogy mik a céljai Momentummal, miért szeretne hozzánk csatlakozni, és rajtuk keresztül eljutni a megye összes kistelepülésére, nagyvárosába. Tömegek veszíthetik el béren kívüli juttatásaik egy részét, ha nincsenek résen a következő néhány hétben. Május 31-én ugyanis zárolják a szépkártya egyenlegek azon részét, amelyet még 2016-ban folyósított a munkáltató. Ezeket az összegeket visszakapják a munkáltatók. A szolgáltató a felhasználási határidő lejárta előtt legalább 60 nappal köteles felhívni a kártyabirtokos figyelmét arra, hogy adott időponttól mekkora díjat számít fel a fel nem használt pénzeszközre. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kártyákon kis összegben maradnak meg feltöltések, melyek komolyabb utazásra már nem fordíthatók, azonban a pár ezer vagy néhány tízezer forint értékű összegeket maradéktalanul fel lehet használni, például a hazai fürdőkben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói immáron a harmadik olyan bűnszervezetet számolták fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyik alapítványi iskolán keresztül csalással jutott úgynevezett normatív támogatáshoz. A nyomozás az iskolaigazgatóval és a tanárokkal szembeni vádemelési javaslattal zárult. A leleplezett bűnszervezet alapítványi iskolát működtetett, hogy támogatáshoz jusson. Érettségi vizsgára felkészítő oktatást hirdettek felnőtteknek, és személyenként 5000 forintért vásárolták meg mintegy 400 állítólagos tanuló adatait. Akinek szüksége volt rá, 90000 forintért vehetett érettségi bizonyítványt. A normatívák jogtalan elszámolásához hamis jelentkezési lapokat és osztálynaplókat gyártottak, amivel félrevezették a támogatás folyósító szervet. Az illegális pénz a bűnbanda cégéhez vándorolt, adminisztratív szolgáltatásról, valamint üzleti tanácsadásról szóló fiktív számla ellenében. A pénzügyi nyomozók az iskola 16 telephelyén tartottak házkutatást, szemlét és lefoglalást. A szemlék alkalmával videófelvételt készítettek a meglepett oktatóról és a csaknem üresen tátongó osztálytermekről. A nyomozók bankszámlát foglaltak, és ingatlan zároltak le. Így a költségvetést ért, mint egy 20 millió forintos kár teljes mértékben megtérült. Jelentős vagyoni hátrányt okozva bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság tagjaira akár 16 év börtönbüntetés is várhat. A pénzügyi nyomozók az ügyben két férfi és négy nő ellen javasolnak vádemelést. 16. alkalommal néztek farkas szemet 9 emelettel és 191 lépcsőfokkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltói a Bánki Donát szakközépiskolában. A tűzoltók lépcsőfutó versenyére 9 önkormányzati és hivatásos állomány, illetve 6 önkéntes tűzoltó csapat jelentkezett. A feladatot teljes védőfelszerelésben mintegy 30 kg plusz súllyal időre kellett teljesíteniük a lánglovagoknak. Előjáró köszöntése a 16. alkalommal megrendezett megyei lépcsőfutó versenyító ünnepségén a Bánki Donát szakközépiskolában. A 2003 óta megrendezett versenyre szinte a megye valamennyi hivatásos és önkormányzati tűzoltósága jelentkezett, de néhány éve már önkéntes kategóriában is indulhattak tűzoltók. Az idén 15 csapat méri össze tudását, gyorsaságát és fizikai erőlétét az ember próbáló versenyen. A rendszeresített egyéni védőfelszerelésben, légzőkészülékkel egyetemben kell a 9. emeletre 191 lépcsőfokot legyőzve fölfutni, és országban szinte egyedülálló módon itt fotocellás mérésünk van, tehát abszolút biztos és pontos időt fogunk tudni kimutatni, és amikor fönn megérkezik a fotocellás jelzés, akkor mi tudjuk, hogy milyen eredményt ért el abban a pillanatban a versenyző vagy a versenyző csapat.
Nem hangzik túl bonyolultnak a feladat, de a rendszeresített teljes védőfelszerelés közel 30 kg-ot nyom, és a cél minél hamarabb szinte másodperceken belül felérni a 9. emelet tetejére. Tavaly a szakolyi önkormányzati tűzoltók vihették el a nyíregyháziak elől a vándorselleget. Terjéki Tibor elmondta, a mai nap is megpróbálják hazavinni a selleget, esélyük van rá, hiszen kevesebb mint 46 másodperc alatt teljesítették a feladatot. Szabolcs-Szatmár-Beleg megyéből, Szakolyból érkeztünk, az önkormányzati tűzoltóságtól, Szakolyból. Hát ez a verseny, ez minden számba tűzoltóknak fontos, azért emeleteket kell futni. Lakóháztüzeknél is fontos, főleg itt Nyíregyházán, ahol van több emeletes épület is, és jöttünk megméretni magunkat, hogy mégis egy kis faluból jönk, és mennyit tudunk, mit tudunk a hivatásosok ellen. A 2018-as lépcsőfutóversenyt a nyíregyháziak nyerték. Ők 45,4 másodperc alatt teljesítették a feladatot. Hazai pályán a Vasas Akadémia ellen zárja az alapszakaszt a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápáknak nyerniük kell ahhoz, hogy biztosan megtartsák harmadik helyüket az NB1B piros csoportjában. A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Az utolsó fordulót játsszák szombaton a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A Nyíregyháza Blue Sharks a harmadik helyen áll azonos mutatóval a negyedik helyezett tehetséges fiatalokkal. Így a cápáknak mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy biztosan a jelenlegi pozíciójukból kezdjék a rájátszást. Nem lesz azonban könnyű dolga Siska János együttesének, mivel a jelenleg ötödik Vasas mindössze 2 győzelemmel gyűjtött kevesebbet a nyíregyháziaknál. A fiatalokat felvonultató fővárosi együttes az év elején hazai pályán 9 ponttal jobbnak bizonyult a Blue Sharksnál, így a visszavágás vágya is fűti Nagy Krisztiánékat. Nagyon izgatottak vagyunk a mérkőzés miatt, hiszen mindenképpen szeretnénk a harmadik helyen zárni. Ez ugye a mi kezünkben van a sorsunk, hiszen hogyha nyerünk, akkor nem számít a másik mérkőzésnek, a TFP-snek az eredménye. Ha véletlenül úgy alakulna, hogy a Vasas győz és a TF ugye elveszíti a másik mérkőzést, akkor harmadikok maradunk. De mi erre abszolút nem szeretnénk alapozni, csak saját magunkra koncentrálunk. És nyilván fájó volt a januári vereség, úgyhogy szeretnénk bebizonyítani, hogy meg tudjuk verni ezt a Vasast, illetve alakulhat úgy, hogy a rájátszásba velük kerülünk össze, szóval már most szeretnénk megmutatni, hogy erős csapat vagyunk itthon, és a 4 közé a jutás cél. A fővárosi együttes több meglepő győzelmet is aratott ebben az esztendőben, a Vasas többek között nyerni tudott a listavezető Oroszlány otthonában is. Nagyon nehéz a Vasas ellen készülni, hiszen ha úgy mondhatom, szervezetlen kosárdát játszanak bármikor, bárki belebonthat az éppen adott játékba, és erre ugye nehéz készülni, mint a figurális, nehezebb készülni, mint a figurális játékokra, de mindent megtettünk a héten, hogy megtaláljuk ennek a stílusnak az ellenszerét, van aki plusz munkával, van aki pedig glamour napi fotózással, de viccet félretéve készülünk rájuk. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Győr Veszprém, Budapesti Honvéd Bonyhád, Miskolc Békés, Oroszlány MTK Török Bálint, Tehetséges Fiatalok PVSK és Vásárhelyi Kosársuli Nagykőrös. Megyei rangadót játszanak szombaton a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában. A bajnoki címvédő Máté Szalkai MTK a Kölcsei DS1 csapatát fogadja. A mérkőzés 15 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A 3 megyebeli csapat közül a Vitka Ese vezeti a csoport tabelláját, a Kölcsei a 4., a Máté Szalka pedig az 5. helyen várja a rangadót. A vesztett pontokat tekintve a nyíregyháziak állnak a legjobban. Az MMTK a bajnokság felénél még az élen állt, azonban első számú kapusa időleges elvesztése miatt több meccsen is szoros vereséget szenvedett a bajnoki címvédő, így hátrébb csúszott a táblázaton. Első 3 fordulóban olyan csapatoktól veszítettünk pontot, illetve pontokat, amelyek be voltak tervezve ebben a szezonban. Így sajnálatos módon elmondhatom azt, hogy az Ózd ellen oda-vissza kikaptunk 1-1 góllal, és ezen felül még egy gólos vereségünk volt például Hajdúböszörményben is, ahol viszont már volt a kapusunk, viszont a csapat valahogy nem tudta átlépni saját árnyékát, és éppen ezért végig fejfejmenetlenül haladva, sőt, mi több az első fél időben szinte végig vezetve, mégiscsak egy gólos vereség. Ezek fájó vereségek, hiszen a végelszámolásnál ezek a riválisoktól elszedett pontok, vagy riválisoktól szemben elvesztett pontok, ezek a végelszámolásnál azért súlyosak lehetnek. A legutóbbi fordulóban a Máté Szalka 42-24-re nyert Miskolcban,
Miskolcon, a Kölcsi pedig hazai pályán 38-31-re kikapott a Debrecen U21-es csapatától. Az előjeleink nem a legkedvezőbbek, azt hittem, hogy a korábbinál, a tavainál több sérültünk már nem lehet, sajnos bebizonyosodott, hogy igen. Többen nem fognak majd játszani. Legnagyobb vérveszteségünk Papandik, aki szerintem az MB2 legjobb védője, ő továbbra is hiányozni fog. Csikós Boginak a keze sérült meg a héten. Remek kapusunk úgy néz ki, hogy szintén nem tud játszani, mint ahogy Kós Martina sem valószínű. És hát nagyon sokan sérüléssel bajlódnak. Márkus Güzinek most vették le a gipszet a kezéről, ő már fog játszani. Katona Bea is visszatér, Varga Díja is visszatér hosszú kihagyás után, úgyhogy aki csak épp kézláb és valamilyen szinten mozgósítható rendelkezésünkre áll, játszunk egy nagyon jó, izgalmas, kemény rangadót, nagyon tiszteljük a Máté Szalkát, nagyon jó csapat, két volt remek játékosommal is megspékelve, úgyhogy mindenképpen szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlen az, hogy továbbra is az MB2 tabellán a vesztett pontok tekintetében az első helyen állunk. Remélem, hogy tudjuk valamilyen szinten pótolni a sérülteket és a visszatérő játékosok edzés kihagyását. A Máté Szalkai MTK Kölcsi-díjese mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A Vitka ese ebben a fordulóban szabadnapos lesz. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Idén nyáron már informatikai és programozó táborokban is részt vehetnek a gyerekek, de nagy népszerűségnek örvend a szintén újdonságnak számító militári tábor is. A táborfigyelő felmérése szerint több mint 200 ezer gyerek tölti majd a vakáció legalább egy hetét táborban. A 2018-as tanév utolsó napja, június 15-e, ezután kezdődik a nyári szünet. Idén jobban elszaporodhatnak a kullancsok az enyhe tél miatt. A rovar agyhártyagyulladást és Lyme-kórt okozó baktériumot is hordozhat, amelyek komoly szövődményekkel járhatnak. A védőoltások mellett kullancs elleni készítményekkel is fel lehet készülni a vérszívók ellen. 52. alkalommal tartották meg a Magyar Nyelvhete programsorozatot, amelynek célja a tudományos alapú, de élményszerű ismeretterjesztés. Magyarországon több mint 50 rendezvény, előadás, kiállítás és rendhagyó nyelvtanúra kapcsolódott idén a nyelvhéthez. Nyíregyházán a TIT konferencia termében 7 iskola, közel 150 tanulója vett részt egy különleges tandem előadáson. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 13-án pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A hidegfront éjszakára elhagyja az országot kelet felé. Szombaton döntően anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását. Többnyire száraz levegő áramlik térségünk fölé. Az ilyenkor megszokottnál 6-7 fokkal melegebb tavaszi időben lesz részünk. Az előttünk álló éjszaka felszakorozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Eleinte több helyen előfordul záporeső, egy-egy zivatar is kialakulhat. Folytokban köd képződhet. A délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap szűrt napsütésre számíthatunk, a vastagodó fátyol felhőzet mellett. Este felé az alacsonyabb szinteken is nedvesebb levegő érkezik. Délnyugaton, nyugaton helyenként eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordul. A jövő hét elején erősen felhőség lesz a jellemző, a hét közepén a gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számítani lehet. Elszórtan záporeső, helyenként zivatar is kialakul. Enyhék maradnak az éjszakák. Csütörtökig kissé gyengül a nappali felmelegedés, de a maximum hőmérséklet még így is meghaladja a sok évi átlagot.